Március 28-án vasárnap hajnali 3-kor egy órával előre, hajnali 4 órára állítjuk át az órákat, és ezzel megkezdődik a nyári időszámítás. Noha az Európai Parlament az évi kétszeri óraátállítás megszüntetéséről döntött, egyelőre nem lehet tudni, hogy ezt mikor ültetik gyakorlatba. Vasárnap kezdődik a nyári időszámítás, ez azt jelenti, hogy a nap csak 23 órás lesz. Noha az Európai Bizottság már 2018-ban felvetette az óraátállítás eltörlését, és ezt az Európai Parlament is megszavazta, valamint az Unió állampolgárok túlnyomó többsége is támogatja az ötletet, egyelőre nincs változás ezen a téren. A nyári időszámítás 1996 óta Európában minden évben március utolsó vasárnapján, azaz idén március 28-án veszik kezdetét, tehát vasárnap hajnali 3 órakor 4 órára állítják át az órákat. Az Európai Parlament döntése értelmében az idén kellett volna megszüntetni az évi kétszeri váltást, azonban a járvány miatt a kérdés rendezése háttérbe szorult. Elvileg a tagállamok maguk dönthetik el, hogy a csillagászati időzónához, vagy a nyáron használt 1 órával későbbi időzónához kívánnak csatlakozni, azonban ez nem annyira egyszerű, hisz egyeztetni kell annak érdekében, hogy az egységes piac működését ez ne forgassa fel. Az uniós tagállamok, amelyek a nyári időszámítás szerint szeretnék mérni az időt, elvileg legutoljára 2021. március utolsó vasárnapján válthatnak nyári időszámításra. A téli időszámítást választó országokban 2021. október utolsó vasárnapján történhet meg az utolsó váltás. A hivatalos döntés erről azonban még nem született meg.